Nitrogénes lufi robbantást a folyékony nitrogén beleöntjük egy üvegbe, és a nitrogén gáz fel fogja fújni a lufit, és egy nagy dúd lesz. A gyerekek a vegyészek a Mobilis interaktív kiállítási központban. Így néz ki, amikor valaki a Mobilis nyári napközis táborának tagja. A táborozók, miután egész héten figyeltek, gyakoroltak és tanultak, pénteken már maguk végzik a különleges kísérleteket. A Mobilis tudományos táborai, mint mindig, nagyon népszerűek. Én már ez az 5. nyarunk, hogy a Mobilisban tábort szervezünk, alapvetően alsó tagozatos gyerekeknek. 2 korosztályra bontjuk őket, általában 1-3, illetve 4-5-6 gyerekeknek szervezünk tábort. A felfedezések házában minden egyes tábor teltházas. Turnusonként 30-35 gyerekkel foglalkoznak a Mobilis munkatársai, akik nagyon jól érzik magukat. Nagyon sok mindent csináltunk, csokit öntöttünk, és játszhattunk a robotokkal is. Nekem legjobban Nao robot tetszett a legjobban, amikor tárcsiztunk együtt vele. Én nagyon sok mindent csináltunk. Csokit öntöttünk, Nao-t tornáztunk. Még nagyon sok volt. Hát nekem a legjobban az Nao-val ízeltünk, tornáztunk. Azt tetszett a legjobban, tájcsi. Nekem azt tetszett itt a legjobban. Honnan jöttél és hány barátot szereztél? Én szereztem két nagyon jó barátot, a Mirát meg a Zágit, nagyon kedvesek. És a másiket is mi is volt. És Győrből jöttem, nagyon szeretek itt a Mobilis táborban, ez az egyik kedvenc táborom. Nekem a BB-8-ezés tetszett a legjobban, amikor irányítottuk őket. Hogy esetleg valaki nem tudná, hogy mi ez, akkor elmondod, hogy miről van szó, mi ez pontosan? A Star Wars-ból a egyik robot. Hát tabletről irányítottuk, igazából nem olyan, mint a Nao robot, csak megy, meg tud hangokat kiadni. A Mobilis tudományos nyári napközis táborai egész nyáron tartanak, és már most teltházas minden turnus. Viszont van várólista, így ha valaki lebetegedne, akkor az ő helyét még el lehet foglalni. A nagy érdeklődés miatt a szervezők jövőre újdonságokon is gondolkodnak. Nagyon nagy az érdeklődés, és hogyha párhuzamosan 2 vagy 3 tábort indítanánk, lehet, hogy az is betelne, mert a várólisták ezt mutatják. De hát a hely meg az eszközök ezt teszik lehetővé. De gondolkozunk abban, hogy jövőre hogyan lehetne még több gyereket bevonzani. Lehet, hogy nem feltétlen tábornak fogjuk hívni, de valami különleges gyerekeknek tervezett nyári esemény sorozatot tervezünk. Érdemes figyelni Mobilis híradásait. A tudomány tehát már a legkisebbeket is elérte, akik nagyon ügyesen veszik az akadályokat. Ha valaki lemaradt volna a táborról, akkor se keseredjen el, hiszen a felfedezések háza évközben is várja a fizika és kémia szerelmeseit.